lehetünk most várni, meg évfelé. És mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk csítvány valárgyanát, posvány szabjátszunk fejlegény. Mi dolgunk? A táncszínház vezetőiben 2 évvel ezelőtt konkrét történések okán fogalmazódott meg az ötlet, hogy történelmi tematikájú előadást készítsenek. 2018 elején jött az ötlet, amikor a többségi románság Erdélybe minden forrásban, tehát a média összes kanálisán tudtunk ratta, hogy nagy ünnepsorozattal fogják megünnepelni Erdély 100 éves Romániához való csatolását. És akkor a rendező úrral, Tők és Csaba Zsolttal ketten úgy gondoltuk, hogy mi egy ilyen jellegű előadással fogunk válaszolni erre a kérdésre, hogy miért is nem tudunk mi velük együtt ünnepelni, hanem inkább megemlékezni fogunk erről az elmúlt 100 évről. A 20. század embert próbáló eseményei nyomot hagytak Európán, így a Kárpát-medence népein, ezen belül a magyar, a székely és a csángó közösségeken is. A darab szerzői nem ragaszkodtak mereven a történelmi események dokumentarista jellegű bemutatásához, inkább a történelem viharai miatt kiszolgáltatott ember sorsával foglalkoztak. Azok, akik életüket vesztették, és akik a családjuk tovább éléséért küzdöttek, és azokért, akik az itthon maradottakért, akik a semmiből építették újra és újra a jövőt, ahhoz, hogy mi itt ebben a Kárpát-medencében mai napon élni tudhassunk. Az elmúlt 100 év sok negatív történése ellenére a produkció végkifejlette pozitív és kitartásra sarkal. Van egy világon egyedülálló népzene és néptáncos, meg népi kultúránk, amelyre mi nagyon büszkék vagyunk. És igen, az fontos, hogy mindenki a lelki böröngyébe, akármerre sodorja az élet, a gyökerekre emlékezzen vissza, és hogy ezt a kultúrát tovább kell éltetni, és tovább kell adni a jövő generációinak, mert ez a, ami minket magyarrá tesz, és ez a mi identitásunk.